megálltunk a helyi Osamban. És vettem egy-két cuccot. Itt ebben a bérelt házban fogom most elkészíteni ezeket a dolgokat. Ez semmi extra. Ugye az interneten találtuk ezt a házat, hát gyönyörű, elég eklektikus, de a sütőik nagyon jó. Lényeg, hogy egy kis tarja, a spanyol ízek után azért ez a típusú tarja, ez a francia tarja, mint a francia disznóból, ez tényleg egy jó ízű. A spanyol annyira nem. Ott az ibériai, vagy az ibérikó, a fekete lábú disznó, az tényleg nagyon finom volt, tehát a többi az mutra. Ez viszont isteni. Na, egyszer valami, egy kis halac császár, bőrre, illetve kétfajta kolbász, paprikás és paprika nélküli. Hát nem tudom, illatra is sokkal jobb, mint a spanyol. Egyelőre, hát aztán majd kiderül. Na, szóval most egy kis pucolás, egy kis olívaolaj, fölforrósodik a lap, letisztítom, és már süthetem is. Hát kíváncsi leszek, hogy most fog ez sikerülni. Spatula. Le. Egyébként, hogyha ismeretlen helyre megyünk, és nem megfelelő tisztaságú a grill lap, akkor nagyon egyszerűen lefújjuk olajjal, majd egy spatulával, mikor fölhevítsz, szépen lehűtjük róla a felső részébe. Utána egy kis rojt, és már sütetünk is. Mivel van friss citrom, hát így a recept elkészítéséhez egy friss citromot is választok, melyik a szebb, ez lesz a jobb. Akkor a lap előkészítve, értek a húsok, először a tarját teszem föl, szép vékonyra van vágva, ez teljesen tökéletes, só még nincs rajta, egy, kettő, három, négy, na, így indulunk, négy szeret tarja, akkor itt van ez a finom kis malac császár, ugye ez a kis helyi francia kolbász, és a francia paprikás kolbász, ugye Perpignanban vagyunk, tehát az eredeti Perpignan is perfekt lesz. Közben beindult a srácnak a motorra, sikerült megszerelni, ha megnézzük a földi részt, azt mondtad meg, máj, tehát ő gyönyörű. Tehát, hogy ugye munkaközepén vagyunk, a kamera nem is adja vissza annyira azt a helyi dolgot, de egyébként jó érezni magunkat, mert minden kis Perpignan malac, a sárga, ugye segített a grill begyújtásába, szerintem kb. 10 éve nem volt használva maga a grill, úgyhogy most felavatjuk. Na, de jöjjön rá a kolbász, úgyhogy ezt mondom, az internetnek nem szabad hinni, nem minden arany, ami fény. Itt volt ezzel a szállással is, van medence, vannak lovak, vannak kutyák, hát csak ugye bár a görítése, nem mindegy. Jó. Most bámulnak, mert az erkélyen már itt van az egész család, és nézze, hogy én grillezek. De hát, nyilván a vénység nagy úr. Most viszont jön a fordítás. Ez kell, most már a só. Itt vettem, szép nagy szemű tengeri só. Gyönyörű, otthon méreg drága, itt 1 euró. Itt az lazán, gyors, gyönyörűen lehet szórni. És még egy kis oliva, egy kis bors, és na, és jöhet egy tarja, oda néz, beszél, azt a minden is. Isten, szakó van rajta, nem is kell erre tenni már, utána, amikor megforítjuk, akkor még egy kis sót rá nyomunk, én szeret imádja. Is. És akkor jöhet még egy folyba rá. Jó! Kolbászát pedig hopp! Őket is lehet fordítani. Ez paprikás, nem paprikás, olaj, de finom, pattanós kolbász. Közben meg ugye itt vagyunk a figyebokar alatt. Laskolyán, hegyek. Egy tényleg laskolyán, nem tudom milyen időt, de egyébként nagyon finom. Ez az, amit a Nándi szeret.
Jó. Ez itt el van, azt lezárom. Akkor amíg sül a hús, megmutatom a környéket. Tehát az interneten gyönyörű képek vannak posztolva, tényleg szenzációs a medence. Csak éppen ugye ez nincs benne. Srác éppen szereli az autóját, mert elromlott a lószállító motorja. Állítólag, ezt mondja. Igen? No. Nem megy a motor. Ott van méhkaftár, nagyon jó. Méhek, mézet gyűjtenek, és ezt teszik a reggeli teához. Az van írva, hogy kimondottan friss házi méz. Ami végül is igaz, de ugyanakkor meg azért mégsem az a kategória. Itt vannak a kutyák. Azt mondják, nagyon barátságosak. Egyébként mind betanított, idomított német juhász. Van egy, ugye egy varázsszó, amire megesznek mindenkit. Most így barátságosak, de hát amikor ide jöttünk, akkor ugye elég nagy ugatás volt. Jó, van. Azt a szót nem szabad kimondani, hogy csibész. Hát, hogy egyébként tényleg nagyon aranyosak. Ez sem volt benne a képbe. Jó, és ahogy megyünk tovább, mert ugye úgy hívették magukat, hogy a szállodához privát medence tartozik, hát az így jön. Egyébként innen is megnézve nagyon szép a környék. Hát az igazi idilli. Nézd meg, ott van a kis Citroën, az is francia, ott van az Audi, amik az német, azt nem értem. Mellette a vasútállomás, ugye most megy el a vonat, halljuk, gyönyörű panoráma, gyönyörű hangok, esélytek bele az e-mailre. És akkor itt van a Project medence, ami egyébként nagyon jó, mert a legújabb forgatórendszerrel van ellátva, tehát sós víz, nem klórral feltöltetik, hanem sóval. Nagyon jó egyébként, tényleg ez így önmagában szép is, csak ugye ez úgy volt lefényképezve, hogy nem volt mögötte a vasút, nem volt mögötte a ló. Ugye itt van az istálló is, hogy a lószarszag az elég kemény, csak azt így nem érzitek, de mondom, és akkor hát is itt van a ló. Gyönyörű kügyefa, rengeteg légy, olyan country feeling, hogy úgy mondjam, country. Hát ez. És itt a kutya. Kolbász, mit keresel itt? Mindjárt megesz minket. A kolbász nagyon aranyos. Itt a paci. Rárónak hívják. Csikó a testvére. Tátos. Ott a háttérben. Szóval van légy. Na, ezért már van. Itt a medencénél páratlan élmény. Egyébként, ha kifekszel napozni a private medencébe. Jacuzzi is volt írva, de ezt nem találjuk, de már nem is kérdezünk bele ebbe a dologba. Ide visszajöttünk, el is készül. Azért ez a tarja, meg az illata, az felette minden. Tényleg. Így. Ilyen megsültek. Itt vannak a császár, úsi. A Bence fiam nagy kedvence. De neki is megsültem. Illetve a paprikás kolbász, illetve a paprika nélküli kolbász. Jó. A mustár nincs nálunk, úgyhogy majd lesz rajta valamilyen más szósz. De a lényeg, hogy ha megnézzük, akkor tényleg gyönyörű a felhozatal. Hát olyan egyszerű, de finom.